Milliárdokat költenek a Marcal folyóra, illetve a folyó melletti töltésre, de hogy pontosan miért, erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Jó estét kívánok, ez itt a Győr Plusz Televízió, benne pedig a Konkrét című műsor, konkrétan gátépítésről, meg gáterősítésről lesz szó a következőkben. Vendégünk a stúdióban Németh József, az Éduvízig igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye néhány nappal ezelőtt volt egy projektindító sajtótájékoztató stábunk is, ott járt a híradóban, röviden megmutattuk ezt, hogy miről is szól ez a fejlesztés. Szóval miről is szól egészen konkrétan? Tehát miért kell a Marcal mellett töltést erősíteni, ami eddig nem volt elég erős, nem volt elég vastag? Mi az, ami változni fog a projekt segítségével? Pontosan erről van szó. Tehát gyakorlatilag ez a Marcal, Mosoninon a Rába jobbparti árvízöblözetünknek a része ez a térség. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iparcsatornától egészen Koroncóig nyúlik ez az árvízvédelmi öblözet. És ugye elég összetett árvízvédelmi rendszer húzódik ezen a területen, és ennek az egyik leggyengébb pontja a Marcal térsége. Sem a Marcal, sem a Pregába becsatlakozó Bornár térnek a jobb, illetve balparti töltése nem képített, ahogy itt elhangzott a bevezetőben, sem magasságilag, sem pedig keresztmetszetileg nem megfelelő, és akkor még hozzátennék egy harmadik szempontrendszert is, a talaj állékonyság szempontjából sem kielégítő a védművek állapota. Nyilván ezt nyilvántartási terveinkből már régóta tudjuk, ráadásul a 2002 évben, illetve a 2006 évben levonult árhullámok is megmutatták ezeket a gyenge pontokat. Éppen ezért még 2008-ban nyújtott be igazgatóságunk pályázatot a környezet és operatív energiaprogram keretében, hogy állami tulajdonú árvízvédelmi művek fejlesztésére írták ki ezt a pályázati lehetőséget, és ez alapján egy kétfordulós pályázati konstrukcióban sikerült ezt a árvízvédelmi fejlesztést egy első körben előkészítenünk, és a második fordulóban pedig a kivitelezésre kötöttünk támogatási szerződést, és most ennek a kivitelezésnek a megvalósítása fog rövid időn belül megkezdődni. Hogyha ilyen régóta tudják, hogy vannak gyenge pontok ezen a szakaszon, akkor mi az, ami ilyenkor eddig tart? Tehát ilyenkor megvannak a feljegyzések az igazgatóságon, hogy itt kéne beavatkozni, itt kéne beavatkozni, itt kéne beavatkozni, és akkor rangsorolni kell, hogy melyik az, amire pályázunk, és esetleg eljutunk-e a pályázatírásig, meg a beadásig. Ez hogy működik általában? Pontosan így zajlik. Felállítunk egy rangsort, illetve hát ugye a legfontosabb a pénzügyi követelményeknek kell leginkább megfelelni, hiszen azokat a forrásokat kell előteremteni, amely ezeknek a fejlesztéseknek az alapjait adják. Tehát források nélkül nem tudjuk ezeket megvalósítani. Most nyílt lehetőség arra, hogy ezt megtegyük. Itt a Marcal folyó mellett egyébként milyen károkat okozott az árvíz? Említette a 2002-est, meg azt hiszem a 2007-est. Tehát milyen problémák voltak itt a Marcal meg a Bornár tér mentén? Tehát nyilván ez a két árvíz a pályázatunk előtt került, vagy volt, ennek a védelmi munkái igencsak nagy erőfeszítések mellett tudtak csak megvalósulni. Itt elsősorban ekkor még nem a magassági hiány, hanem a védvonalak állékonyságának a biztosítása volt az egyik fő feladat. Töltéseket bordás megtámasztásokkal kellett védenünk, illetve nagyon sok műtárgynál kellett beavatkoznunk, hiszen elég kritikus állapotba kerültek ezek a műtárgyak. Szerencsére mentett oldali elöntés nem történt, sikerült a védekezést eredményesen lefolytatnunk, de a kockázat az nagy volt. És ugye beszéltünk a két 2002-es, illetve 2006-os árvízről, ebben az évben ezeket az árvízszinteket is meghaladó árhullám vonult le a Dunán, és itt a Marcal térségében, Koroncónál és a Marcal alsó szakaszán a Dunának az árhulláma a mértékadó helyzetet okozza. Most minden eddiginél nagyobb beavatkozásokra volt szükség. Nagyon hosszú szakaszokon magassági hiányos volt a töltés, és hát szinte teljes hosszon a Bornár téri töltéseket bordás megtámasztásokkal kellett bevédenünk annak érdekében, hogy a töltés állékonyságát biztosítani tudjuk. Itt most 4 milliárd forintról van szó, majdnem pontosan 4 milliárd forintról, ez nagyon-nagyon soknak tűnik. Mi mindenre elég ez a 4 milliárd forint? Tehát ebbe belefér cakumpak az egész fejlesztés? Tehát építés, erősítés, a teljes munkálatok beleférnek? Vagy egyáltalán mit tartalmaz ez a 4 milliárd forint? Igen, tehát ezen a szakaszon a teljes fejlesztést, az előírásoknak megfelelő paraméterekkel rendelkező töltésnek a kiviteli munkáit tartalmazza.
azt úgy kell elképzelni, hogy 13 kilométer hosszú földműnek a fejlesztése fog megtörténni. Jelen pillanatban gyakorlatilag egy olyan 10 kilométer hosszon magassági hiány van, és majdnem teljes hosszan, több mint 12 kilométer hosszan keresztmetszetileg hiányos a töltés. Ezeknek az megerősítése az egyik fő eleme a kiviteli projektnek, de ez önmagában nem kerülne ennyibe, hiszen a földmunka volumen ezt még nem indokolná, de nagyon sok keresztező műtárgy található a töltésbe, ezeknek az átépítése is szükséges, hiszen ezek a keresztező műtárgyak a töltésnek a gyenge pontjai, hiszen itt meggyengítve van a földmű, ezekre különösen kell odafigyelnünk, és ezek a töltésben lévő műtárgyak a keresztmetszeti bővítés miatt mindenképpen átépítésre szorulnak. Illetve olyan műtárgyak is vannak, amelyik időközben funkcióját vesztette, és ezeknek a visszabontása is meg fog történni. Ezen kívül még, hiszen a maga a védelmi létesítmény a földművel, a elzárás biztosító műtárgyakkal együtt, ez egy passzív védelem, nagyon fontos, hogy a védekezés másik elemét, az operatív védekezést is meg tudjuk alapozni, azokat a gátőrházakat, amiknek ez a védekezés, a kiinduló bázis, ezeket is felújításra fognak kerülni. Két gátőrházunk, a Gyirmót, illetve a Koroncói gátőrház is korszerűsítésre fog kerülni a projekt keretében. Mit lehet tudni az ütemezésről, hiszen 4 milliárd forintot egyik napról a másikra azért nem lehet elkölteni, és mondjuk az ütemezést mennyire befolyásolhatja az időjárás, mert azért láttunk már olyat, hogy igenis október-novemberben nagyon rossz idő van, aztán mondjuk a tavasz is szépen kitolódik, mert ott sokáig tél van, ez mennyire befolyásolja az önök munkáját? Hát ez természetesen nagyban érintheti a munkát, hiszen árvízvédelmi töltésépítésénél egyéb kötöttségek is vannak, hiszen november közepétől márciusig árvízvédelmi töltésbe kötött anyagot beépíteni nem lehet, vagy csak nagyon indokolt, illetve rendkívül esetben megfelelő hőmérséklet tartományban. Tehát magának a kivitelező konzorciumnak elég kevés idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezt a fejlesztést véghez vigye. 2015 első negyedév végéig kell elkészíteni ezt a munkát. Figyelembe véve azt, hogy lassan jön az őszi időszak, és napokban fogja elkezdeni a kiviteli munkát, tehát ez a néhány hónap, illetve a jövő év áll rendelkezésre, a jövő évi nyári fél év arra, hogy ez érdemi földmunka az elkészüljön. Hogyha ez a 13 kilométernyi töltés megerősödik, illetve megépül, vagy szélesebb lesz, az jelenti azt, hogy akár jöhet a legutóbbi történelmi Dunai árvíznél magasabb vízszint, és akkor is megvédi a marcalparti településeket, vagy ez még mindig nem biztosíték? Mindenre semmi sem biztosíték nyilván. Ugye azt kell tudni, hogy ez a mostani árvízvédelmi fejlesztés a jelenleg érvényes mértékadó árvízszint plusz 1 méter 20 cm-es biztonsággal épül ki. Ez a 2013 évi árvíznél megvédte volna magassági szempontból a települést, illetve az árvízvédelmi öblözetet az elöntésektől. Ugye azt azért látni kell, hogy a Dunán érkező árhullámok egyre magasabb szintet érnek el. Azt, hogy ennek hol van a teteje, illetve meddig fognak ezek az árhullámok jönni, azt jelen pillanatban még szerintem senki nem tudja megmondani. Ez a közeljövő egy másik fontos feladata lesz számunkra, a vízügyi ágazat, egész ágazat számára, hogy ezeket a árvízszint emelkedéseket, ezeket valamilyen módszerrel megállítsuk, és ennek az egyik záloga az a közeljövőben elfogadásra kerülő, remélhetőleg elfogadásra kerülő nagyvízi mederkezelési terv, ami alapján az ártéren, a hullámtéren az árvizek levonulási viszonyait fogjuk jelentősen tudni javítani, megtartani a medereknek az árvízlevezető képességét, és így hosszú távon garantálni azt, hogy a kiépített védművek azok megfelelőek lesznek hosszú távon. Beszélgettünk itt a néhány perccel ezelőtt arról, hogy vannak sajnos gyenge pontok, bár messzeföldön híres még vízügyesek között is a Győr és környékének árvízvédelme. Beszélhetünk itt Dunáról, Mosoni Dunáról, ez az elmúlt években kiderült. Tehát mégiscsak vannak gyenge pontok, amiket önöknek ugye tudniuk kell, mert hogyha tudnak pályázni és pénzt szerezni, akkor ezt meg kell erősíteni. Folyó nélkül, meg település nélkül vannak még ilyen gyenge pontok, mint most Koronco és környéke? Tehát van, ahol érdemes lenne fejleszteni, magasítani, szélesíteni a gátakat? Ugye
Ezen kívül a Marcalkon kívül is van folyamatban lévő árvízvédelmi beruházás, nagy volumen a Duna projekt keretében Győr térségében, a Győr fölötti szinte teljes Mosoni Duna menti védvonal az felújításra, illetve Mecsér, illetve Duna-Szentpál térségében meghosszabbításra kerül, illetve Likócs térségében az a jelenlegi városi védmű is megerősítésre kerül, és bekötésre az állami tulajdonú védműrendszerbe, illetve Likócsnál az iparcsatorna torkolatánál épül egy árvízkapu. Tehát így Győr közvetlen környezetében az árvízvédelmi rendszerek ezt követően képítettnek tekinthetők. Természetesen az igazgatóságunk területén vannak még továbbra is fejlesztésre váló feladatok. Itt elsősorban a Rába jobb partján a felső Sárvár, számunkra felső Sárvár alatti folyószakasz tekinthető ebben a, azt gondolom, hogy kiemelt feladatként a közeljövőben. Na, de hát a győrieknek az jó érő, hogy Győr biztonságban van, vagy biztonságban lesz a Duna projekt segítségével, most meg már Koroncó környékén is megerősödik a töltés. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és köszönjük, hogy elmondta mindezt, majd nyomon követjük természetesen a projektet. Köszönjük az információkat. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt mára a Konkrét, ezen a héten már nem találkozunk, de a jövő héten mindenképpen, akkor is számítok majd a figyelmükre. A viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.